Szia! Üdvözöllek a mai Pilates gyakorláson, amelyben már most elárulom, hogy elég sok plank lesz, de erősítjük a törzs, tehát has, illetve hátizmokat egyaránt. Úgyhogy kezdjük is el a gyakorlást. Helyezkedj el, hogy a talpak, tehát a lábak teli talpon, térdek hajlítva, körülbelül 90 fokos szögbe, derékszögbe, hát egyenes. Belégzés, karokkal nyújtózz meg előre, úgyhogy a tenyerek egymás felé néznek. Vállakat forgasd hátra és lefelé húzd le a lapockát. Belégzés, majd kilégzés, egy C betűt formálva domboríts, húzd be az állad. Picit menj hátra. Belégzés, jössz előre, nyújtózz meg középen. Kilégzés, domboríts, gyere lejjebb. Ebből lesz még 5 darab. Belégzés. Kilégzés. Még 4. Hogyha puha a matrac, az előnyt jelent. Nekem picit vékony ez a matrac, de nem baj, még 2. Vagy ha esetleg valaki jobban ki van párnázva, most az is előny. Kilégzés. Belégzés. Keresztezd a lábakat, gördülj át, 1. Plank deszkatartás, majd innen tedd le a térdeket, és először csak nyújtózz meg, child pose, baba pose-ba. Told medencét hátra, lábujjak talajon, nyújtózz meg a törzs mindkét oldalával, tenyereket tolod a matracba, és innen egyből lemegyünk alkartámaszba, ahogy ígértem a plankek, itt. Kimérheted, megfogod az ellentétes könyököket, ez legyen körülbelül a távolság, a karok egymással párhuzamosan, a lényeg, hogy ne csúszanak ki a könyökök. Könyökök vállak alatt, hogyha rövid a matrac, picit gyere előrébb. Érkezz meg egy alkar plankbe, feszít a farizom, testsúlyt próbáld eloszlatni, tolod le az alkarokat, vállakat távolítod a fülektől, és figyelj, hogy ne lógjon a fej, megtartod, és amíg mindezt elmondtam, már benne is vagy egy ideje ebben az alkartámaszban. Az első gyakorlat, leérinted a jobb térdet, bal térded, ez számít egynek, és ebből lesz 10. Készen állsz, akkor kezdjük. 1, 2, 3, nem kell erősen, 4, épp hogy leérinted, 5, 6, figyelj, hogy tényleg csak a lábat hajlítod, nem mozog a törzs, még 2, 1, tartsd meg, még 3, 2, 1, engedd le mindkét térded, és a következő vagy maradsz itt, vagy én jobban szeretem a következő gyakorlatnál kulcsolni a kezeket. Spider-Man plank, ismét lép hátra, alkartámasz, figyelj rá, hogy ne essen be medence, ne is told fel egy delfinbe, hanem tényleg legyen meg az alkartámasz. Zárd össze hátul a lábakat. És innen jobb térdet húzod közel, megérinted a vállat vagy a felkart, kilégzés vissza, hozod előre a testsúlyt, balt hozod előre, vissza. És ebből lesz 5 darab mindkét oldalra. Tehát jobb, vissza, bal, ez volt 1, kilégzésre húzott 2, 3, 4 és 5. Megtartod, 3, 2, 1, engeded le a térdeket, és lejössz egy hasonfekvésbe. Egy pillanatra megnyújtózhatsz Sphinx pózba, vállakat csavart hátra, nyújtsd le a hasfalad. Ha felgyorsult a légzésed, akkor próbáld lassítani. Nagyon sok plankek után jönnek a hátizom gyakorlatok. Az első a swimming, mellúszás, tehát engedd le először a homlokod a talajra, lábak csípőszéles terpezben, és először nézd meg a gyakorlatot, de hogyha szoktál mellúszást végezni, akkor úgyis ismered. Csak a karokat fogjuk használni, lábfejek lent maradnak a talajon,
billensd hátra a medencét, belégzés, majd kilégzés, emelkedj, belégzés, nyújt. Bocsánat, belégzés, emel, kilégzés, belégzés, emel, hátul viszed hátra a könyököt, zárod a lapockát, kilégzés, nyújtózz meg. Még 5, 4, 3, 2, 1, és legyen még 5, még 5, 4, 3, emelkedj magasra, 2, 1, nyújtózz meg, emeld el karokat, lábakat, tekintet lefelé néz, nyújtózz mindkét irányba, tartsd meg, még 5, 4, gyere egy picit magasabbra, karok, ha megy fül mellé, vagy abba az irányba, 3, 2, és 1, lazíts, picit hintáztathatod a medencét, homlok pihenhet, kézhátom, lassítsd a légzést. Következő gyakorlat az úgynevezett toe tap, összeérintjük majd lábujjakat, ezt is először mutatom. A homlok most maradhat lent a kézhátom, én csak azért emelem fel a fejem, hogy beszéljek. Elemeled mindkét lábad a talajtól, és csak simán összeérinted, gyorsan, dinamikusan összeérintjük a lábujjakat. Ha készen állsz, akkor billensd hátra a medencét, nyújtózz meg, kilégzés, emeled el a lábakat, és kezdjük, ebből lesz 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Legyen még 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tartsd meg, és engedd le. Szuper. Hozd a tenyereket mellkas mellé, lábujjak a talajon, kilégzés, feltolod magad, vagy térdelő támasz, vagy deszka. Nyújtózhatsz egy lefele néző kutyába, vagy egy fordított V-tartás, ahogy jobban tetszik, nyújtózz meg. A lényeg, hogy neked jó legyen, engedd le a térdeket egy pillanatra, domború háttal ülj hátra a sarkakra, babapóz. Jó, megvolt, elől a hasizom, hátul a hátizom, oldalsó hasizmok jönnek, illetve a lábak, helyezkedj el a jobb oldalon. Jobb kezedet betámaszthatod a fej alá, mindkét láb nyújtva, és egy picit hozd előrébb, tehát nem pont egy vonalban van a törzsöm. Az alul lévő láb marad, elemeled a felül lévő lábat, úgyhogy a lábujjak előre mutatnak, tehát ne engedd a csípőt kifordulni felfelé. Mindkét csípő előre néz, a bal tenyered, vagy a kézujjakat letámasztod a talajra, belégzés, hozod előre a lábad, és innen marad egy szintben, viszed hátra, talajjal párhuzamosan, picit előrébb csúszok, tehát hozod előre, visszafeszíted, és viszed hátra, a végén ráfeszítesz a farizomra. Belégzés, hozod előre, amennyire megy, kilégzés, próbáld nyújtva tartani, hátra. És ebből lesz 10 darab. 1. Figyelj, hogy ne nagyon hintázz a törzsel, próbáld stabilan tartani. 2. 3. 4. Másik verzió, akár spiccel a lábfej hátra, feszíted vissza előre, spiccel hátra, feszíted vissza, így a lábujjakat, lábfejet is dolgoztatod. Még 2. Még egy utolsó, és engedd le. Innen, mielőtt tovább megyünk a másik oldalra, gyere fel,
támaszkodj le a jobb tenyeredre. Helyezkedj úgy, hogy a jobb térd és a jobb tenyér egy vonalban van. Csukló a váll alatt, mindkét csípő előre néz, bal kezedet hozhatod csípőre, vagy megnyújtózhatsz felfelé. Elemeled a bal lábat. Hogyha ez kényelmetlen itt a térdnek, nyugodtan használj térdpárnát, vagy ha nincs, akkor a matracot mindig fel lehet göngyölni. Tehát igazítsd ki a tartást, és indítunk. Egy, ne siess, kettő, 10 darab lesz, 3, 4, aktív most is a törzs, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tartsd meg, 5, 4, 3, 2, 1, engedd le, és innen nyújtsd ki a jobb lábat, bal láb keresztez, bal talp lent, jobb külső talp lent, és megtartjuk még 10, 9, 8, 7, 6, emeld magasra csípőt, 4, 3, 2, 1, engedd le a jobb lábat, hajlítsd a térdeket, és jól esően nyújtozz el balra. Előfordulhat, hogy úgy érzed, nekem is most már remegett itt a karom, de vagy lejöhetsz alkartámaszba. Hogyha kicsit remeg a karod, semmi nem történik, akkor próbáld meg kitartani azt a maradék 10-et. Jó, átjövünk a másik oldalra, betámasztod a bal tenyered, fejed alá, lábakat egy picit hozod előre, csípő előre néz, elemeled a jobb lábat, lábujjak előre mutatnak, letámaszkodsz a jobb tenyérrel, belégzés hozod előre, amennyire megy, lehet, hogy derékszögig a törzsel, kilégzés, hátra rúgsz, vagy hátra lendíted, ráfeszítesz a farizomra, belégzés, spiccelhez hátra, kilégzés, és még 9, 8, told le az alul lévő lábat, 7, 6, 5, most is figyeld a légzést, 4, akár csak a jogában, 3, 2, legyen kontrollált a mozdulat, utolsó, engedd vissza. Ugyanígy támaszkodj fel most a bal tenyérre. Ha szükséges, göngyöld vissza a matracod. Ellenőrizd, hogy a térd és a tenyér egy vonalban vannak. Jobb karra nyújtozz meg, vagy felfelé, vagy hozod a csípőre. Elemeled a jobb lábat. Egy, kettő, fent egy picit tartsd meg mindig. Három, négy, öt, hat, 7, told el magad a talajtól, 9, 10, megtartjuk, 1, 2, 3, 4, 5, majd innen engedd le, nyújtsd ki az alul lévő lábat, a jobb láb fent keresztez, talp a talajon, könnyített verzió, hogyha letámaszkodsz, de másik verzió, hogy lent hagyod a térded, megy, akkor emeld el, és egy zászlótartás, még megtartjuk 10, 9, 8, 7, 6, 5, emeld magasabbra, 4, 3, 2, 1, engedd lassan vissza magad, hajlítsd a lábakat, nyújtózz el, jobbra, bal tenyér lefelé néz, jobb kézzel kapaszkodhatsz a bal térdbe. Belégzés, gyere vissza középre. Ezek lettek volna a mai gyakorlatok, remélem, hogy te is érzed a hatásukat, és váljon egészségedre, kérlek,
iratkozz fel a csatornámra, hogyha tetszett ez a videó. Remélem, hogy hamarosan újra találkozunk. Csodás napot! Namaste!